Na és akkor a vándorsólyom. Ugye a vándorsólyom, igen, ő egy 3 éves Jenő névre hallgató. Jenő a menő. Egy mind vándorsólyom. Na most ugye a vándorsólyom, megint csak sólymokból sokfajta létezik. Ugye a turul madarunk, ugye a keresen. Na most az a keresen sólyom, de van ilyen lander sólyom, vadász sólyom. A vadász sólyom, ugye sokan azt gondolja, hogy ha betanítják vadászni, az a vadász sólyom. Nem, tehát ez egy faj. Tehát ő egy vándor, ő vele csak repülő madarakra képesek vagyunk vadászni, tehát minden, ami repül. Ő egeret, nyulat, ilyesmi nem tud megfogni, csak a vándor azokat a madarakat, akik repülnek. A galambot elkapja. Tehát ő a világ leggyorsabb állata, nem csak madara, hanem az állata is egyben. Ha elengednénk, ugye itt most nem tudjuk lakott területen elengedni, ő fölmegy, a természetben is a vándorsója fölmegy a felhők magasságáig. Ott néz körbe, és ott nézzük el a nagy szemeit. A nagy barna szemeit. Ugye megjön a szemeim, amit a fejéhez képest. Hát a sólyom ezzel a szemmel 5 kilométerről meglát egy galambot, 800 méterről a sziteketőt. Ez olyan, mintha mi 30 méterről tudnánk olvasni. Ugye ezzel szépen ugye megnézi, hogy hol van a zsákmányállat. Megcsíphet. Na, és akkor onnan indítja a nagy sebességét. Ugye belevetül a gravitációba, fölgyorsul, és mértek már nálam 100 km/h sebességet vadászat közben. Ugye ő nem lehet megsérülni, és akkor nélkül van mondjuk itt tanítva, hogy az idegeneknek átadhatom, gyerekeknek azt mondjuk az átadni állni, hogy nem nagyon... produkálja magát közben a háttérben, mert ha nem ő van a kezene, a papagájuk ugye társas lények irigykedik, még én is hozzuk el. Nagyon jó, hogy csendben van máskülön, mert még ilyesmi szokott csinálni. Tehát a gyerekek már jól akarszák egy kicsit, aztán találni szerencsék van. Na és igen, azok indítják a nagy sebességet, és van egy érdekesség, ha már közel vagyunk, és ritkán mondják, és ritkán tudják megfigyelni, a felső csőrkával, ugye tövén van az orra minden madárnak. Nézzék meg, van benne egy sárga kötőt. Ugye? És akkor előbb még nem mondom, hogy gondolkodok rajta, hogy miért lehet benne egy ilyen sárga kötőt az orrában. Na, sárga köcsök az orrában. Sárga köcsök az orrában? Ez a sebességérzékelője? Igen, a sebessége összefüggés van, de egyszerű lesz mindjárt. Megvan sárga köcsök orrában. Gyorsan elmondja, viselkedik. Azért, mert nem jó van a kezem. Na igen, tehát magasan fönt vagyunk, ugye, Marci, onnan indítja ezt a nagy sebességet, ugye megint csak könnyű elképzelni, a levegő mennyiségét szabályozza, ez egy légterelő, apró rovar, korszem, bármi, ugye, kerék volt ütőben. Én is a tanárral beszéltem, hogy azt mondja, tehát mi átlag emberként azt gondolnánk, hogy fölfújja a madarunkat a sok levegőt, de nem, viszont benne vákum keresztül, hogy kiszívná a madárból a levegőt. Tehát ezzel a 400-300 kilóval ezzel azt segíti, hogy azt a mennyiségű levegőt engedi a tüdőbe, amennyire neki szüksége van. Az ember már sok mindent, mondjuk ugye loptunk a természettől, hát a vadászgépeknek a tervezésénél sokáig nem tudták elképzelni, hogy növelik a gépek teljesítményét, nem az a határ. Beletettük egy gépelelő, és háromszoros hangsebességgel képesek a gépek. Na és akkor még egy utolsót, és akkor megyünk játszani. Ugye itt egy úr kérdezte, még az előadás előtt, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a ragadozó madarakat. Nyilván laikusnak ugye minden ragadozó madár egy, és mindenki úgy gondolja, hogy ugye az egy sas, az egy éja. A solymok egy ilyen kis kecses madarak, mondjuk így. Egy rövid csüd van a lábukon, ugye egy arányában
mondjuk, hogy hosszabb lábújjal, de egy rövid csőd. A héjának, a sasoknak, őknek hosszú csőd van a lábukon, de a rövid is bemutatom. Azért, mert ők, amikor zuhannak, nem markolhatják meg a támogatokat, hogy a héja utolérés elkapja, neki meg kell rúgni. Ők egy 300 km órával zuhanó 1 kg tömegű test 120 kg ütést ad át. Akkor a rugást az a pici mamát, hogy mi azt mondjuk itt Solymátén csúnya szóval dögre rúgja a madarat, tehát ő egy szirti sast is képes eltanácsolni a fészek mellől, akinek 2 méter vénszerű szájfesztárja van ezzel a rúgással. Tehát ő egy nagyon, nagyon bátor madárka, és ezt átadja az energiát, tehát nem megmarkolja. Tehát ezért van rövid csőd, és van neki persze egy vastag térdizület, hogy ezt így alkotta a természet, és akkor ezt így. Aztán ugye még a felérőjét, engem menjünk játszani egyet. Azt kérném, hogy szeretne, szerintem mindenki jöjjön. Mindenkinek legyen majd egy párja, és kimennék a fülre. Ott, ahol a kis kutyát vezetik.